Sziasztok, üdvözlöm mindenkit, én Necs vagyok, ez pedig egy PS2 játék végigjátszás lesz, ami is a Rolling lesz. Játék, hogy lehet látni, egy görkorcsolyás játék, és ugye az luxury sport kategóriába tartozik, lásd például Tony Hawk, Skate, és ugye egyéb ilyen mindenféle ilyen beállítottságú játék. Na, akkor kezdjük el, start, karelmód. És akkor itt ugye vannak karakterek, én annyi, hogy az a zöld téglalapocska, ami itt van például, az azért van, mert kipróbáltam a irányításnál, mert volt egy kis gondom beállítással, és csak annyira került, azon már nem múlik semmi. Azzal lehet amúgy húzni ott a statot, tehát itt a teljesítmény alapján nő, nem pedig úgy, hogy stat pointok vannak, és akkor én azt ott tudom pakolgatni, meg ilyenek, itt teljesen másképp van. Na, John Julio-val leszünk, és akkor kezdjük el. Az első pálya a NorCal School lesz. És high score, ill score, ugye ezek a szokásos pontok, meg ugye lesz az öt logó, ami olyan, mint a Tony Hawk-ba például a, hát, skate, mondjuk úgy. Hát, igen, itt mutatja, akkor ez a logó, ugye, amit mondtam, kell majd filmet elvenni tőle, őnek ide elhozni. A gyerektől el kell venni a helikoptert, vagy jutni a kezéből, ki kell szabadítani a kecskét, kell találkozni Erikkel, a kamerásnak kecsen egy figurát, neki is, itt pontot, és itt kb. Ennyi. Na hát kezdjük el itt. Első pont úgy megvan, ugye a tétat lesz. De jó. Van a másik. Az is nem van. Oké, menjünk tovább. Jó, az is nem van, már csak egy lesz, de ha már itt vagyunk a srácból. Itt az helikopter kezéből, vagyis hát a irányító egysége. És ámen fakereszt helikopáter. És rengeteg ugye ott van egy belőle, a logóból nem lenne ugorna. Jó. Hát azt tudni kell, hogy a Rollingnál kicsit másabb az irányítás, mint a Tony Hawk-oknál például. Itt nehezebb lenne egy kicsit irányítani, ugrás ilyenek anyát. Meg alapjáraton a stat, nem a stat, hanem a csúszásnál ott picit nehezebben lehet visszaugni. De olyan jó, hogy nem oda még jóba kell. Na végre. Na most kiengedjük a kecskét. Pontra rámegyünk. Jó. Ennek így örülök amúgy, hogy nekem így figura közben megszakítja. Bam. Nagyon jó kitalálták amúgy a játék, mert olyan profilnek nem volt. Ez olyan kb. Mint a egyik telefonos játéknál a Paperájó 4 talán, ja, az. Akkor ott is megfog, és a reklám úgy megyek, aztán játék több úgy bejön. Oké. Okay. Én a kameraman, megcsináljuk neki a figurát. Jó, nem érszem, Juri, mit kell. Ez
csak onnan tudom, hogy kezdtem, amikor próbom streamt, aztán pont ezt a játékot vittem. Jó. Royal és Sword kell csinálni, figurálva. Jó, hát ennyi volt. Elég sok mindent megcsináltunk. Igen, ugye itt vissza lehet nézni, hogy hogy csináltuk meg. Ugyan, mint a felbe. És kaptunk egy csomó mindent. Kaptunk új figurát, új fotót, meg miért az új pálya. Na, és ugye lehet látni, hogy elkezdett nőni a landing manuál, stb. Stb. Ugye nem volt nekem ilyen hosszú például a landingomnak a csíkja. Na. Szép progress. Igen. Oké. Na. Petri, kell nekünk még az öt... Jaj, nem. Az öt logó jó van, az... Megvan. Kell nekünk a Video Groove logó, az amúgy bent van. Ott van a kecske nekünk. Betölte a cuccot. Na, mutasd a figurát, mit csináljuk utána. Jó, mert tudom, hogy a miért így megy. Nem mutatod meg újra? Természetesen nem. Hát, ez pont nem az a figura. Anyádat, hogy félre még. Tudjuk, hogy nem az, rájöttünk. Én megadta. Na, menjünk be a taghoz, neki 3000 pontot kell talán csinálni. Itt ebben a részen. Hát nem így. Kell neked csinálni? 3000, ja, akkor én elrontottam. Jó voltam úgy, csak hát ugye kimentem a kamera képből. Hát nem pont nem annyi volt. Na azért, most rámegyünk a logóra, ami ott van. Igen, ezt régen is nagyon imádtam felvenni. Ezt érdemes megcsinálni, hogyha az ember fejlődni akar benne, hogyha jól emlékszem, most vagy praktizva, vagy pedig véránkba lehet csinálni, hogy ugye simán lehet menni, és akkor nem tudom már, hogy az hozzáadunk-e, de nekem rémlik valami, hogy az hozzá megy a normál szintünkhöz. Toljuk már a manuát. Hát nem így. Ez minden volt, csak nem normális manuál. Erre az inkább ilyen, nem mondanám, hogy mi volt. Jó, ennyi elég lesz. Oké. Ja, a landingba ugye bejött a következő kocka. Igen, megkaptuk elméletileg. Igen, meg már be is zöldült.
Jön a következő pálya, ami pedig a Station lesz. Na most itt a legyi feladatot pontosan nem tudom, hogy annál hogy is van. Jó, pontokat a 36-ra, oké, itt is ugyan lőtt logó. Na, nem tudom, hogy neki a kölyök az hol van. Igen, ezeket ki kell ütni, igen. Aha, mindegy, majd kiderült. Na, de mi lenne a ráugornál? Aha, lehetne menni. Szerintem kezdjük ezzel. Játéknak van egy picit érdekes irányítás, tehát ezt akkor játszik, valaki ne lepődjön meg, hogy olyan kura, van jó kosztépet, de amúgy tehát lehet vele játszani. Fel volt. Azt mondom, hogy nem játszhatatlan, csak olyan kura, hozzá képest. Anyádat, hogy erről nem kanyarodik olyan élesen, mint ilyenek. Jó. Akkor még egy kép. Ez közel volt, majdnem elkapott minket. Jó, még lesz egy. Az egy B. Jön már, hogy a srácok olyan hol lehet. Hát, benne tudja. De mindegy, még nekünk van egy gép, arra elmegyünk. Elkapcsoljuk. Örülök neki, hogy ez benne van, hogy megszakítja a trükk folyamatot, az annyira jó. Én így csináltátok meg. És tudod, a pontokat is átadsz. Járért a taps. Ez faszom. Pontosan mellé kell mutatni. Miért nem csináltad? Nyomtam háromszöget. Most pont nem nyomtam, de... Amért... Megvan nekem a pont? Ja, még az nincs. Ja, tényleg. 9675-et mindjárt nekiállunk. Restart. Igen, újra végigmutatgatja az összes amúgy a játék. Jó. Mindegy, mutat, mint kell nálad csinálni, de mi lenne a tész megállna? Mi szuk? Jó. Ja, főleg, hogy más irányba megyek. Yeah.
De jó, hogy elrontom, még senki lett volna. Ebből volt a meter. Tehát itt azt bentről kell, ezt kapásból megmondom. Bentről kell neki lejönni. És ugye természetes, hogy egyik úr a szomorú, de nem szeretném végig számunkra. Unity. És végig abba. Jó, hát az nem megy durva más. Miért az azt a hagyomány valót? Adja ugye a dolgokat. Jött a Lear manuál, az szépen, hát Grindelf nem a legjobban. Jó, mentünk. Na, úgy. Ez volt, hogy engem oda vissza kirakott, vagy bug volt, vagy nem tudom. Ilyet majdnem elcsapott minket. Hogy nem ő vagy. Szerintem ez se ő lesz. Ja, elég dős feje van. Valam tüvegtől a kélbe. Így az a pontot kell megcsinálni. Jó, hát már nem vészes. Hát
talán végig kell csúszni. És megvan. Érdekes. Tud, hogy valami olyan helyen, ahol nem is gondolom. Ja, régen tudtam. Jobb lenni a karakter. Hát így aztán biztos. Na, hol vagyok? Vagy is ebben a ponton, amit kell valami stratégiát húzni. De jó. Hallom. Csak bebleg. Ja, már csak azt hiányzik. Sajnos nem tudtam fejben, hogy én voltam a vak is egy bennek a passzinak. Amit el kell vinni, az nem gyereknél van, hanem egy felnőttnél. Csak én voltam a vak. Én gyereket kerestem, csak nem tudom, hogy miért. Mert itt van a múgyatag. És ezt kell elvinni. Csak nem tudom, hát olyan hülyén hozta ő be úgy, ahogy közeledtem. Nem rögtön lehetett messziről látni. Arra, hát pörögjön a lasta. Jó.
Oké, megkaptad, mi még egy kicsit statpointozunk, vagy hát... Megvan minden? Ja, megvan, jól van. Tudod szokott a grindon, manuára arra jött szépen, hangtime-ra jött egy kocka. Jó, mentünk egyet. Na hát akkor ez a rész elég ennyi. Ez a két pálya, és akkor szerintem ilyen egy-két pályánként fogok haladni benne, mert én nekem is utána kell nézni, hogy merre van. Aztán nem akarom úgyni ezzel az időt. A következő pálya az a Marine Mall lesz. És majd ott kell menni. Itt van, lehet látni, hogy nő szépen a pont, mert már 40, 100 ezer, meg ugye ilyen egyéb dolgok. Na, legyen további szép napotok, bye bye!